nincs semmilyen közlekedés Várpalotán, és nem tudtak eljönni azok, akik szerettek volna. Durván 300 ember jelezte, hogy szeretne eljönni. Viszont kaptunk helyettük más közönséget, a városban itt rekedt gyerekeket, felnőtteket, akik nagyon jól érzik magukat, köszönhető nektek például. Kaptunk helyi vállalkozótól, egy étteremtől szendvicseket, teát kaptunk tőlük, és hát ennyit tudunk csinálni egyelőre, hogy várunk, hogy most mi lesz. Most megpróbál a városvezetősége szállást keresni nekik, hogy akit tudtunk itt Várpalotán családoknál, rokonoknál, barátoknál elhelyezni, de hát ugye elég sokan vannak még mindig, nekik most próbálunk ilyen kollégiumi szálláshelyet biztosítani. Szóval senkit nem hagyunk fedél nélkül ebbe az ordidőbe. A gyerekek nagyon jól érezték magukat, hogy tényleg, hogy volt, aki bent pityergett, és akkor kijött, és jó volt látni, hogy 5 perc múlva a többiekre együtt nevetve játszott. És most nagyon jó fönt a hangulat, hál' Istennek, hogy ezt mondom, hogy tényleg, hogy lehet szomorkodni, meg bánkodni, de attól nem fog kisütni a nap, és hogyha kicsikét jobban érezzük magunkat, akkor az idő is gyorsabban elszalad. Beszéltünk a társulat vezetőjével, hogy akkor lesz egy másik turné körút, ha jól tudom, akkor ez szeptemberben lesz vége fele, és mivel pont úgy össze sikerült hozni az időpontot, hogy szeptember 8-án jönnének akkor újra Várpalotára, nekünk akkor lesz pont itt a Várpalotai Napok rendezvény, és akkor ez egy szerencsés találkozás, úgy látszik, hogy találszunk, ha mindig valami jól jön ki, mert akkor a Várpalotai Napok keretében a most elmaradt előadást, vagy egy másikat, nem tudom, de lehet mutatni, és azért akik szerettek volna most eljutni a színházba, azok nem maradnak le, csak egy kicsit később időpontra lesz eltolva.